reggelt kívánunk! Ez a nulladik nap a Trabant expedíció életében, amikor 2019. januárjában nekiválunk a nyugat-afrikai kalandozásainknak. Sok szeretettel köszöntöm Péter barátunkat, akiket már szerintem a régebbi videóinkról nem kell bemutatni, ők ugyanis az életváltók. Az erőgépüknek a neve Joreg, az ő seggén szokott figyelni egy Aprilia típusú motor, amivel a rövid távú kommandózásokat csinálják, és immáron 2015 óta mondhatom el, hogy tradicionálisan meglátogatjuk Péteréket mindig, mielőtt nekivágnánk egy hajókikötőnek és átkelnénk Afrikába. Péter, mit tudsz szólni ehhez a dolgokhoz? Hát tényleg ez a hanyadik? 2015 egy út, 2016 második út, 2018 harmadik út, akkor ez innen a negyedik út. Hát igen, ez mindig kalandos volt, mert akárhányszor jöttél, mindig előtte felkészülés volt, Trabant átalakítás volt, fényképek voltak arról, hogy akár motoros csere volt. Mindig kalandos voltak ezek az utak, de viszont mindig hoztál valami érmet. Hát igen, kétszer elhoztuk a Trabant expedíció nevében a Budapest-Bamako külön díját a low budget kategóriáról, na de hát elméletileg arról is szólna a Trabantos expedíciózás, hogy nem muszáj a 20 tonnás autó fordítva, a 20 literes fogyasztás a 2 tonnás autó, hanem itt a hátam mögött látható műanyag vagy papírjaguárral is bejárhatók azok az utak, amiket egyébként a nagymenők csak és kizárólag épített terepjárókkal tudnak elképzelni. Hát ez mostanában, én azt mondom, hogy egyre több olyan ember van, aki azt látja, hogy az élményekre költ inkább, és nem a technikára. Mert a technika az a, van egy csomó jó fogyasztó ember, és én azt javaslom is, hogy bérelhető olyan gép, és élvezhető ez a technika rövid távon, de hosszú távon igazából nincs rá igény, már nincs rá szükség, hogyha az ember csak azt szeretné, hogy eljusson A-ból B-be. Mi autónk is most lesz jövőre 30 éves, meg vagyunk fel elégedve. Úgyhogy ha minden jól megy, most ahogy is fel van újítva, megint egy 200.000 kilométerig jók vagyunk, ha meg halad a szekér, akkor mindenki boldog. Nos, ez volt a mai, a nulladik napos bejelentkezésünk Dél-Franciaország közel a spanyol határhoz egy Canet Plage elnevezésű helységből. És idén is sok ilyen sikert kívánunk és sok kilométert a Trabantba, balesetmentes jó közlekedést. Titeket megvárlak ezek után majd Afrikába, egy-egy becsatlakozás egy 7 vagy 10 nap erejéig. Szerbusztok! Sziasztok! És elérkeztünk utunk újabb állomásához, átlépünk Spanyolországba. Nos, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Megpróbálkozunk egy olyan dologgal, amit mobil applikációnak hívnak, Magyarország és Spanyolország között, illetve az Ibériai félsziget között, ez egy unikumnak fog számítani, PPT adatátvitel, tehát CB-zni fogok, de nem a President Grantemmel, a kabinosok által használt CB rádióval, hanem egy PPT elnevezésű dologgal, amiről majd még a későbbiekben beszámolok. Halló, jó reggelt Magyarország! Keresném Pepét vagy a vendég egyet a PPT hálózatán keresztül. Halló. Szia Zsoltikám, szép jó reggelt kívánok. Innen Magyarország szólok városából. Mint látjátok, vagy halljátok, egy PGT hálózati rádió szolgáltatáson keresztül próbálva elérni a Zsoltit Spanyolországba. Mivel most van egy Birkin szoftver is, így látom is, hogy még útvonalon, illetve még ponton áll most ebben a pillanatban. Szia Zsolti, szép jó reggelt, még egyszer vagyok egy tete. Hát nagyon szépen köszönöm az első bejelentkezést így a majdhogynem azt mondom transzkontinentális dologból, de hogyha átérek Afrikába és egy újabb szím cseréjével és az APN szerintem össze fogunk hozni egy transzkontinentális kapcsolatot is. Én nagyon tudnák örülni, mivel hogy mondjuk Putin próbálja az evés, első ilyen próba lesz, hogy mondjuk Magyarország és egy másik kontinens, konkrétan Afrika, ezen a hálózaton keresztül tud egy kapcsolatot létesíteni. Mondjuk azt egy kicsit izgatva várom ezt a kapcsolatot. Köszönöm szépen a lehetőséget, kereslek a továbbiakban is, szervusz! Nos. Rendben, én köszönöm szépen, hogy használod a rendszeremet, egy további szép napot kívánok neked. Szia, voltam neked egy Pepe szólnok. Nos, mint hallottátok, ez volt egy olyan két ország, két nemzet közötti kapcsolat, amelyik már több ezer kilométeres hatótávolsággal működik. Itt az Autós Világutazók klubjában és meg a Trabant expedíció életében is sokszor el szoktam azt mondani,
hogy a kapcsolattartás, a kommunikáció mennyire fontos. Lehet itt beszélni a CB rádiókról, a kézi CB-k használatáról, a minden adott ország SIM-kártyájának a megvásárlásáról. Ez egy újabb lehetőség ahhoz, hogy minimális költséggel, mert azért egy afrikai országból hazatelefonálni nem 2 forint, ugyanakkor, hogyha fel kell telepíteni mindenféle applikációt, külön kell telepítenem mondjuk egy chatos beszélgetéshez, mondjuk akár a Messengert, akár a Viber-t, akár bármelyiket, külön kell telepítenem, hogy az otthoniak lássanak egy olyan hely meghatározó rendszeremet, amivel nyomon tudnak engem követni, hogy vajon hol veszek el Afrikába, ha egyáltalán ez érdekel valakit, és külön kell még egy másik fényképfeltöltő rendszert, egy külön közösségi oldalt, egy külön szájtot, egy sok-sok mindent fenntartani ahhoz. Ez egy úgynevezett, én, mint hogy a tulajdonos, illetve a forgalmazója nincs itt, én ezt magamban úgy fogalmaznám meg, ez olyan, mint egy kompozit rendszer. Tehát valószínűleg nem olyan, mint egy mesterlövész puska, amelyikkel 100.000 kilométerrel ki lehet lőni valamit, meg nem egy izraeli uzi, amely a közel harcra termet. Ez az a kettő között van, hogy ez kicsit úgy minden, de egy bizonyos, hogy rengeteg készülék hátteret csökkent. Tehát borzasztó az, hogy manapság, amikor 20 évvel ezelőtt elmentem túrázni, akkor vittünk magunkkal maximum egy fejlámpát, amiben kellett 2 darab ceruza elem, vagy egy lapos elem, és el voltunk vele 2 hétig. Most hurcoláztam a kamerákat, a GPS-eket, a mobiltelefonokat, és ezekhez tartozó töltőket, a fejlámpákat, a kutya füle se tudja, gyakorlatilag napelemet, hogy tölteni tudjam őket, meg életben tudjam őket tartani. A mai modern ember életének jelentős részét leköti a digitális világ. Azt mondják, hatalmas segítség. Valóban hatalmas segítség. Én is használom a GPS-eket, amiből csak ebben az autóban van 3. Az ölemben van a laptopom, az ablakban van a tabletem, mellette fog figyelni a mobiltelefonon, de még egy másik mobiltelefon, meg a kamera, meg az a kamera, amelyik vesz. Szóval a fülem tele van már azzal, hogy ennyi mindent kelljen alkalmazni. Ez a PPT rendszer viszont érdekes. Ez kiváltja például a CB rádiómat ott, ahol már a lefedettség a rádiótelefon tornyoknak adott. Ez se problémás. Tulajdonképpen Tunéziában, a sivatagban, Marokkóban, a sivatagban. Szinte nem találkoztam olyan helyen, ahol ne lett volna lefedettség. Na, köszönöm figyelmeteket, és egyelőre ennyi.